Die Kinderzeiten in deutschen Kostümen, die Tänze, die sie in den vergangenen Monaten erlernt hatten. So feierten sie die Entfaltung des Kindergartens. Mit zartem Geld wurde die Heizungsanlage saniert. Zuvor waren hier bereits die Heizkörper durch neue ersetzt worden. Jetzt wurde eine Wärmepumpenanlage gebaut. Damit löst die Einrichtung die Wärmeversorgung völlig unabhängig von Stadtheizwerk. 2005 óta a szekszári Német Nemzetiségi Önkormányzat a fenntartója az intézménynek, akkor még csak a fenntartói jogát vette át, és 2021-től a szekszári Német Önkormányzat a tulajdonosa is az intézménynek. Jelenleg 10 óvodai csoportunk van, 195 kisgyerek jár ide az óvodába, 249 férőhely van az intézményben. A kiemelt feladatunk a német nemzetiségi kétnyelvű nevelés, minden csoport van német nemzetiségi kétnyelvű nevelés folyik. Vannak olyan csoportjaink, ahol úgy hívjuk, hogy intenzív kétnyelvű nevelést folytatunk, ahol mind a két óvodapedagógus német nemzetiségi végzettséggel rendelkezik, és van 4 olyan óvodai csoportunk, ahol még általános magyar óvodapedagógusok is dolgoznak. Azt gondolom, hogy ezzel a beruházással, amit nálunk most a nyár folyamán megvalósult, ezzel egy hatalmas lépést tettünk az energiatudatos intézmény üzemeltetés felé. Egyrészt a zöld óvoda felé. Folyamatosan korszerűsítések zajlanak az intézményben. 2009 óta már teljesen energiahatékony beruházások zajlottak az intézményben. Úgyhogy folyamatosan igyekszünk és törekszünk arra, hogy a lehető legjobbat. És nyilván a fenntartónak is az az érdeke és az a fontos, hogy minden költség hatékonyabban tudja működtetni az intézményét, és az idejáró gyerekeknek, a szülőknek pedig az, hogy biztonságos, jó helyen, családias környezetben nevelhessük a gyermekeket. Die Deutsche Selbstverwaltung von Sexad, die den Kindergarten unterhält, bewirbt sich jedes Jahr bei der Regierung, die Einrichtung kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nem csak, hogy a fenntartója, de tulajdonosa is vagyunk most már ennek az intézménynek, és teljesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat magáénak érzi ennek az óvodának a fejlesztését, a nevelését, a nevelőket és az egész tárgyi feltételrendszerét is. Német önkormányzat már korábban is pályázatot nyújtott be a miniszterelnökséghez az egyházi és nemzetiségi értfelelős államtitkársághoz, amelyen nagyon sokszor elég nagy összegeket tudott nyerni ahhoz, hogy ennek az óvodának a fejlesztése megvalósuljon. Tehát 2005-től fenntartója tulajdonképpen az önkormányzat ennek az intézménynek, és minden évben megvalósult olyan jellegű fejlesztés, ami moderné és olyan feltételrendszerek kialakítását tette lehetővé, amelyek között biztonságos a gyerekek nevelése és a nevelők jelenléte is. Miklós Scholtész, Staatssekretär für kirchliche und ethnische Beziehungen sagte, dass die Regierung in den letzten Jahren der energetischen Modernisierung von Bildungseinrichtungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe. Der Wunderland Kindergarten in Sexad und die örtliche deutsche Gemeinde konnten die Möglichkeiten dafür nutzen. Megmaradásuk a kérdés, és a megmaradásukat sok minden szolgálja az egyházak, ezért templomokat is megújítottunk nemzetiségek életében fontos zarándok, vagy pedig egyházi helyeket, de legalább ilyen fontos az a intézményhálózat, amely az elmúlt 10 évben nagy mértékben bővült. Az iskola és óvoda fenntartás az elmúlt 10-12 év alatt a nemzetiségeknek, ami a kezébe került, több mint 8-szorosára emelkedett, és ezzel együtt persze felelősséget, feladatot is kaptak, így az épületeknek a karbantartása, felújítása, agyújaknak az építése. És hogyha csak azt nézzük, hogy a német nemzetiség szempontjából, mely az egyik legnagyobb intézmény, sőt a legnagyobb intézmény fenntartó, hogy mennyi mindent tudtunk tenni 2022-ben, akkor ez egy óriási nagy szám, hiszen közel 2 milliárd forintért közel 200 helyszínen valósultak meg, néhány millió forintos, több 10 millió forintos, akár pedig 100 millió forint fölötti beruházások. És ebben a sorban van benne szekszárdi Wunderland óvoda is, amely azt gondolom, hogy mindig is előrelátó volt, sokszor fejlesztettek már, nagy óvodáról beszélünk, és most hála Istennek a legutóbbi 2 évnek a fejlesztései azok az energetikai beruházásokat szolgálták. Fast 200 Kinder besuchen die Wunderland Kindergarten in Sachsen.